A Vásárhelyi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! A jelenlegi kormány alatt Magyarországon nem lesz magánbiztosítási rendszer az egészségügyben, jelentette ki Lázár János tegnap a parlamentben. A miniszter Hadházi Ákos LMP-s képviselő felvetésére reagált. Hadházi Ákos, az LMP képviselője azzal vádolta a kormányt, hogy ugyanazt csinálja, mint a kommunisták, amikor 1951-ben megszüntették a társadalombiztosítást. Bírálta, hogy az országos egészségbiztosítási pénztárat is érinti a bürokrácia csökkentés. Ezzel összefüggésben azt vetette fel, hogy a biztosítási piac megnyitását készíti elő a kormány. Azt gondolom, aki a parlamentben esküdtett, annak a kezét és mozgásterét érdemben meghatározza a magyar egészségügy tekintetében a szociális népszavazás, jól mutatván, hogy egy népszavazásnak mindig van következménye. 2008-ban azok, akik a szociális népszavazáson részt vettek, elsöprő többségben szavaztak amellett, hogy Magyarországon ne legyen vízidíj, szimbolikusan amellett döntöttek, hogy a magyar egészségügy soha ne legyen fizetős. Tehát nem csak lelkiismereti alapon tudom a szavamat adni, mint egyébként a 2008-as népszavazás előtt az egészségügyben a privatizáció ellen legjobban küzdő országgyűlési képviselők egyike, hanem az esküm szerint is a szavamat tudom adni képviselő úrnak arra, hogy amíg mi kormányzunk, addig Magyarországon nem lesz több biztosítós modell, és föl sem merülhet a magánbiztosítási rendszer. A miniszter hangsúlyozta, az OEB átalakítása technikai kérdés, és nincs egyéb célja, mint hogy átlátható, a parlament felé elszámoltatható legyen. Ezen kívül szó esett még a tervezett szabadkereskedelmi egyezményekről is. Smuk Erzsébet LMP-s képviselő felvetésére, miszerint ez az egyezmény antidemokratikus és ártalmas lehet. Lázár János úgy reagált, már kezdeményezték az ezzel kapcsolatos viták mi hamarabbi lefolytatását az országgyűlésben. Valamint elmondta, az Unió és Kanada közötti átfogó kereskedelmi megállapodás esetében is kötelező a nemzeti ratifikáció, így kialakítható az ország saját álláspontja. A népszavazás ritka alkalom, amivel élniük kell az embereknek. Október 2-án olyan kérdés dől majd el, amely hosszú időre meghatározza az életünket, hangsúlyozta Lázár János a Székutason tartott lakossági fórumán. Az országgyűlési képviselő szerint az október 2-ai népszavazáson arról dönthetünk, kivel éljünk együtt a következő 50 évben. A referendum tétje pedig az, hogy lesz-e a kérdésben nemzeti egyetértés. A magyar kormány álláspontja egyértelmű, azokban az országokban legyen betelepítés, ahol azt az ott élők akarják. Nem mindegy, hogy nemzeti egységet tud a kormány maga mögött, és azt tudja mondani, hogy a magyar embereknek van egy álláspontja, az álláspont világos, nem akarunk betelepítést, nem akarunk senki mással együtt élni, csak magyarokkal. Ez egy világos álláspont. És más az álláspont abban a helyzetben, és más a mozgástér, és más a mi erőnk, a kormányzat ereje más, más a hangunknak az ereje, hogyha az emberek távol maradnak, vagy éppenséggel másképpen döntenek. A probléma nem fog megoldódni addig, amíg a kibocsátó országokban érdemi változások nem következnek be, tette hozzá Lázár János. A miniszter Hódmezővásárhelyen a Tarjáni Olvasókörben folytatta fórum sorozatát, ahol azt emelte ki, hogy a rendszerváltás óta a legfontosabb témában kell most döntést hozni a magyarságnak. Az elmúlt 30 év legfontosabb népszavazása előtt állunk, aminek történelmi következményei lesznek. Történelmi következménye lesz annak, hogyha meg lesz az érvényesség, ez szükséges szavazati arány, a részvételi arány, mert akkor ebben az országban 30-40-50 százesztendeljön keresztül nem lesz semmilyen betelepítés, mint ahogy nyugodtan állíthatom, hogy nem lesz fizetős egészségügy és nem lesz tandíj sem, mert egy elsöprő erejű népszavazás döntött így. Ez teljesen világos. Tehát akkor 3-4 generációra megvan oldva a probléma, mert nem lesz semmiféle betelepítés az országban. Lázár János azt is elárulta, a kormány döntött 3000 új rendőr felvételéről és kiképzéséről, de a miniszter szerint elkerülhetetlen a hadsereg létszámának fejlesztése is. A bevándorlók kötelező betelepítése esetén nem kétséges, hogy Hódmezővásárhelynek is be kellene fogadni a közülük. Erre azonban, mint ahogyan az ország, úgy a város gazdasága sincs felkészülve, mondta el Vágó János ma délelőtt egy sajtótájékoztató keretében. Ugyanitt dr. Kovács László képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy senkinek sem szabad elhinnie, hogy nincs kötelező betelepítési kvótaterv, mert ez valóban létezik.
Ugyan a német kancellár Angela Merkel már maga is belátta, hogy téves politikát folytatott eddig a bevándorlással kapcsolatosan. A folyamatot megállítani már nem lesz könnyű dr. Kovács László képviselő szerint, aki azt is elmondta, Európa szerte még így is sokan vannak, akiknek nem sikerült jobb belátásra térniük az üggyel kapcsolatban. Vannak a magyar politikai közéletnek olyan szereplői, akik annak idején tagadták azt, hogy migráns beáramlás történne Magyarországra, amikor naponta 8-10 ezer ember jött illegálisan át a zöld határon. Most ugyanezek az emberek azt hazudják, hogy nincs az Európai Uniónak beterepítési kvóta terve, de igenis van, és ezt minél gyorsabban végre akarják hajtani. Az, hogy ezt ne tudják megtenni, ahhoz Magyarországon október 2-án sikeres és eredményes népszavazást kell lebonyolítani. Vágó János szerint nem kétséges, hogy ha nem utasítjuk el a kvótát, a migránsokból hódmezővásárhelyre is jutna. Viszont mivel az integrációjuk meglehetősen nehézkes lenne nyelv és szaktudás nélkül, így a városnak kellene az ellátásukat, lakhatásukat megoldani. A képviselő azonban felhívta arra a figyelmet, hogy így is sok itt élő kér támogatást. Minden hónapban a Szociális Bizottság javaslatára 200-300 rendkívüli települési támogatást ítél meg a közgyűlés, és ez bizony havonta igen magas összeg. Hogyha még ehhez hozzájönnek azok, akiket betelepít ide az Európai Unió, és róluk is kell gondoskodnunk, akkor ezt miből tudja megtenni a város, miből tudja megtenni a közgyűlés? Vagy a jelenlegi pénzösszeget több felé kell osztani, akkor azok, akik eddig kapták a segélyeket, azok kevesebbre számíthatnának. Vagy pedig meg kellene emelni azt az összeget, amit segélyekre kell fordítani, azt viszont miből teheti meg a város, esetlegesen adóemelésből. A képviselő hangsúlyozta, az október 2-ai népszavazás tétje, hogy Magyarországot meg tudjuk-e őrizni a sajátunknak a jövőben. Közel 400 fő részvételével zajlott a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak képzése és eskütétele tegnap délután a Városháza dísztermében. Erre az október 2-án esedékes népszavazás törvényessége miatt került sor. Fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Hegedű Zoltán alpolgármester segítségével lerakták az esküt tegnap délután a Szavazatszámláló Bizottság tagjai Hódmezővásárhelyen. A Városháza díszterme szinte teljesen megtelt, hiszen közel 400-an vettek részt a kényszer betelepítésről szóló népszavazás előkészületeiben. Egy Hódmezővásárhelyen 50 szavazókör lesz, illetve Mártéjonban 2. Az 52 szavazókörben összesen 392 szavazatszámláló bizottsági tag, illetve jegyzőkönyvvezető fogja a munkáját folytatni a választások során. Ahhoz, hogy valaki az október 2-án esedékes népszavazás segítse, oktatásban is részt kell vennie. A szavazatszámlálóknak ismerniük kell feladatukat, kik voksolhatnak és milyen dokumentumokat kell ehhez ellenőrizniük. A választási eljárásról szóló törvény előír bizonyos követelményeket, például a jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozóan, illetve a választás menetéről, a törvényességnek a fenntartásáról, és ezért felelnek a szavazatszámláló bizottsági tagok, hogy a szavazókörökben minden a törvényi előírásoknak megfelelően menjen. Az idei népszavazás egyik újdonsága az lesz, hogy a papírból készült urnák mellett megjelennek a műanyagok is, ugyanis a 2018-as választásokon már csak ezeket lehet használni. Tartóságuk a legnagyobb előnyük, és az, hogy plombával lezárhatók, így a voksolás titkossága és biztonsága is fokozódhat. Az 50 éves porcelángyár támogatásával újították fel a Malom utcai óvoda mindkét mosdóját. A cég a tervek szerint további intézményfejlesztésekből is kiveszi a részét a jövőben. Megújult környezetben modern kivitelezésű vizes blokkban tisztálkodnak a Malom utcai óvodába járó gyerekek. A Villeroyen Boch Magyarország Kft. Az egykori alföldi porcelángyár utódja 2015-ben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. A fél évszázados jubileum egyik kiemelt programja volt a Tarjáni Városrész óvodájának mosdó felújítása. A két vizes blokk egyike évelején elkészült, most a másik, nagyobb mosdót is birtokba vehették a gyerekek.
A támogatást azt tette lehetővé, hogy az elmúlt évben a vásárhelyi gyár háromszor annyi kerámia terméket gyártott és értékesített, mint amennyit a magyar piacon összesen eladtak. Az óvodát a cég és a város közösen választotta ki. A polgármester úr, vagy az önkormányzat választása erre az óvodára esett, úgy gondolom nem véletlenül, egy felújított épületben vagyunk, de a vizes blokkok azok bizony még a 80-as években készültek, és az valahogy kimaradt a felújításból. Az eredmény látható, mindenképpen meg kell köszönnöm még sok más cégnek is az együttműködést. Az ötletünk az volt, hogy a partnereinket is bevonjuk a felújításba. Gyártottunk egyedi sorszámú mosdókat, 9 cég vásárolt belőle, mint a 10 darabot, amit gyártottunk, megvásárolták. Az a pénz, ami ebből befolyt, több mint 500 000 forint, az a felújításba bekerült. És a Kerámitali, a Kft., aki vásárhelyen a burkoló nagykereskedelemmel foglalkozik, vállalta, hogy a két vizes blokkba ingyenesen szállítja az ide tartozó burkolatokat, úgyhogy az ő segítsége legalább akkora, mint a mi segítségünk volt. Az eredmény magáért beszél. A gyerekek láthatóan kimondottan örültek a megújult mosdóknak. Úgy érzem, hogy ez a mai átadása ennek a beruházásnak egy igazán 21. századi, egy gyermek hangulatot, egy gyermek mosolyt sugárzó épület lett, ugyanis ez a sok színes csempe, ez a sok színváltozat, ami ezekben a mosdóhelységekben megtalálható, ez mindenképp a gyerekek hangulatát befolyásolja. A vállalat vezetője úgy véli, Vásárhely legnagyobb cégeként a felújítási program folytatható a városban. A menedzsment erkölcsi kötelességének érzi az oktatási intézmények működésének segítését. A gyerekek a munkát apró ajándékokkal és egy kis műsorral köszönték meg. Még el sem kezdődött az idei színházi évad, de már most sikeresnek mondható, ugyanis az összes Bessenyei bérlet elkelt. Közben a pódiumbérlet iránt is nagy az érdeklődés, mint egy fele már gazdára is talált. A Hű Színház látogatók élhettek az elővásárlás jogával. Ennek köszönhető, hogy másfél hét alatt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ pénztára ekkora forgalmat bonyolított. Nem kell Budapestig utazni egy jó színházi előadásért, ugyanis az aktuálisan futó darabok már helyben is elérhetők. Műfaji sokszínűség és parád és szereposztás jellemzi az új évadot is a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Az intézmény névadójáról elnevezett bérlet a legnépszerűbb. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ meghirdette az új évadát, és szeptember 12-től elsődlegesen ugye a bérleteseink, a korábbi bérleteseink válthatták meg a mostani bérleteket, és ez olyan nagy siker volt, hogy minden 353 bérlet elfogyott. Jó, ebből nyilvánvalóan a háromnegyede azt mondom, hogy a régi bérletes, illetve mondjuk azt mondom, hogy 90%-a tényleg, és lettek újak is, akik jelezték az igényüket már korábban is, tavaly évben is, úgyhogy így most teljesen, tehát az összes jegy elkelt. Az új évad októberben az Acél Magnóliákkal kezdődik. Benne többek között Hernádi Judit és Szulák Andrea áll majd színpadra, de más előadásokkal jön még Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Kovács Patrícia és Szabó Kimmel Tamás is. A Bessenyei bérletes előadásokra értelemszerűen külön jegyet sem lehet már váltani, viszont a pódium bérlet még tartogathat élményt a színház szerelmeseinek. Elsődlegesen ilyen kis színház, ilyen kisebb darabokat tartalmazott, most idén azonban belecsempésztünk két nagyobb színházi darabot is, és annyira tetszett ez a bérleteseknek, vagy hát az érdeklődőknek, hogy 156 darab bérletet már értékesítettünk is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek is abszolút van létjogosultsága, úgyhogy nagyon, nagyon mindenkinek tetszett ez is, úgyhogy még továbbra is tudok mindenkit arra ösztönözni és bátorítani, hogy ezt a pódiumbérletet is vásárolják meg. Míg a zenés családi bérletek tavaly elsősorban a komoly zenével való ismerkedésre épültek, addig idén a könnyedebb ritmusoké lesz a főszerep. Bíró Eszter, Farkasházi Réka és Malek Andrea mellett a 100 Folk Celsius is megörvendezteti majd a fiatalokat. Erre a bérletre azonban csak október végétől lehet szert tenni. Nagy volt az érdeklődés és a sürgés forgása 17. Fehér Tó napján. A kikapcsolódást biztosító programok mellett a rendezvény célja a tájvédelmi terület megismertetése volt. Immár 17. alkalommal rendezték meg a Körösmaros Nemzeti Park egyik legértékesebb területén a Fehér Tó napját. A rendezvény célja az volt, hogy a látogatók megismerjék a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő jelentőséggel bíró tájvédelmi területet. Több mint egy évtizeddel ezelőtt határoztuk el azt, hogy megpróbálunk itt egy olyan rendezvényt a
térség számára létrehozni, ami egyrészt mindenki, aki érdeklődő, megtalálja a természetvédelem, a növények, állatok iránti érdeklődésének a megfelelő elemet, illetve hogy egyáltalán próbálunk egy olyan rendezvényt, ami élővé válik. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a maguknak való kikapcsolódást a puszta központban, de a tájvédelmi területen is minden érdeklődő előtt nyitva állt a kapu. Számos színes és interaktív program várta a kilátogatókat. Morzsoltam ilyen kukoricát, az nagyon tetszett, és annak köszönhetően néztünk ki, hogy anya elmondta ezt nekem, mert anya megtudta a barátaitól. Igen, ismerősöktől hallottuk, hogy van ez a program, és gondoltuk, hogy kinézünk, és nagyon tetszik. Most vagyunk itt egy fél órája, körülbelül egy órája, és hát ideig még csak kukoricát morzsoltunk, onnan nem jutottunk messzebbre, de szétnézünk. Én úgy látom, hogy nagyon színvonalas program van itt a helyszínen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy legközelebb is el fogunk jönni. Az idei sikeres rendezvény lebonyolításához a szervezők mellé közel 20 fiatal önkéntes tanuló is csatlakozott, akik segítették a nagyszabású programok zökkenőmentes koordinációját. Könyvbemutatóval, fotókiállítással indította útjára a Szent István Általános Iskola a Tehetséggondozó program sorozatát tegnap. A Környezeti Információs Központ adott otthont az Ez a Természetem elnevezésű új tehetséggondozó rendezvényeknek, ahol helyi fiatal vagy felnőtt művészek mutatkoznak be a nagy érdemű előtt. Megtelt tegnap a Környezeti Információs Központ L épületének előadó terme, ahol egy új tehetséggondozó program sorozat indult útjára. Az eseményen a vásárhelyi író Hajdú Ervin Otto az Időmilliómos című könyvét ismerhette meg közelebbről a nagy érdemű. Több szereplője van ugye a könyvnek, és ezek a szereplők között vannak valós szereplők is, de azért nagy része kitalált szereplő, bizonyos stílusjegyekkel felruházott emberkék, akiket akár a környezetemből jöttek, de nagy része azért inkább kitalált. Azt szeretném üzenni, hogy ebből a rohanó világból ki kellene lépni, és igazából kicsit le kellene lassítani, és akkor én úgy gondolom, hogy mindenki boldogabb lenne. A könyv bekerült a Szent István Általános Iskola 8. osztályosainak tanrendjébe, így ők helyi kortárs írókönyvét olvashatják. Továbbá tegnap debütált Sajti Imre 5. osztályos tanuló közel 30 fotóval. Az új programsorozat komoly célokat valósíthat majd meg. Ez a program egy tehetségkutató program is kíván lenni a városban, hiszen, ahogy említettem, nagyon sok olyan vásárhelyi író, költő, festő, művész van közöttünk, akiknek lehet, hogy csak a csendes szobai siker jut, és sokszor szárnyakat adna, és példaképeket találnának esetleg mások is abban, hogy tollat ragadjanak, vagy éppen fessenek. Hiszem, ha egy-egy tehetség, egy felkarolást, egy támogatást, egy megnyilvánulási lehetőséget kap, a későbbiekben akár a sikerhez vezető útnak is lehet a kulcsa. A tehetséggondozásban az ifjaktól az idősebb korosztályig keresik azokat, akik szeretnék, hogy az oktató központban egy meghitt családias légkörben bemutatkozhassanak. A tavaly átadott vívócentrumból vonultak a Csomorkány Vívósport Egyesület tagjai és tehetséges fiataljai vasárnap reggel a Szent István térre, hogy flashmobbal népszerűsítsék a vívást. A helyi egyesület és a Reménység válogatott keret tagjai a sportág alapjait mutatták be az eseményen az érdeklődőknek, azzal a céllal, hogy minél többeket csábítsanak a csomorkány eséhez. Villámcsődülettel csatlakozott a Csomorkány Vívó Sport Egyesület egy vívást népszerűsítő nemzetközi kampányhoz. Szeptember 18-án a Szent István téren flashmobbal tűntek fel a hódmezővásárhelyi vívók, akik mellé az itt edzőtáborozó Reménység válogatott keret tagjai is társul szegődtek. Egy ünnepet jelent a magyar vívósport számára, hiszen a világ összes kis- és nagyvárosában ilyenkor megmozdul az összes egyesület, kimennek a saját városuk vagy falvaik főterére, és ott próbálnak egy picit bemutatkozni, megmutatják magukat. Tulajdonképpen egy népszerűsítő program. Az egyesület célja, hogy nagy élettel töltsék fel a 2015-ben átadott vívócentrumot. Az alapozási időszak véget ért, sikeres felkészüléssel zárultak az edzőtáborok a helyi klub tagjai számára, és már a hétvégén kezdetét vette az idei versenyszezon is. Amatőreink, illetve a B-kategóriás vívóink Orosházán vettek részt egy versenyen, hát ott már eredményeink is voltak, női törbe a Berecki Réka a második lett, fiúknál ketten kerültek döntőbe, a Sápi Feri, aki egyébként Pesten él, de hozzánk van leigazolva, a Tőzsgyökeres vásárhelyi, meg Makó Andris lett 7. illetve 8. helyezett.
Az iskolai vívásoktatást Felletár György vezetésével ettől a szezontól újjászervezte az Egyesület. A cél, hogy minél több gyermek sajátíthassa el a vívás alapjait, illetve hogy új tehetségeket toborozzanak a Csomorkány Vívó Sport Egyesületnek. Fesztiválként debütál ettől a tanévtől a korábbi Bozsik torna. A változtatás lényege, hogy senki sem ül a kispadon. Valamennyi a futball utánpótlás programban résztvevő kisgyermek focizhatott a hétvégi rendezvényen is a Városi Stadionban. 9 településről közel 307 és 9 év közötti gyermek vett részt a fesztiválon. A Hódmezővásárhelyi Futballklub a Városi Stadionban rendezte meg az idei tanév első Bozsik fesztiválját a hétvégén az U7-es és az U9-es korosztály számára. Az eseményre a Hódmezővásárhelyi gyerekek mellett érkeztek a környező településekről is kis focista palánták, többek között Szentesről, Csongrádról vagy Tömörkényről is, mintegy 300-an. A Bozsik programnak a legfontosabb célja, hogy minél több kisgyereket bevonjon a labdarúgásnak a vérkeringésébe. Én azt gondolom, hogy ezek a hétvégi programok ezt teljes mértékben szolgálják is, hisz élvezik a gyerekek, szeretnek jönni labdát rúgni, szeretnek közösségbe lenni, tehát mindenféleképpen egy nagyon hasznos dolog. Ami ugye még nagyon fontos, vagy kiemelendő, minden egyes tornán plusz ajándékokat kapnak ezek a gyerekek, ami mindig egy plusz motivációt jelent számukra. A rendezvényen 12-12 pályát építettek a szervezők a két korosztály számára, ahol 5, illetve 3 fős csapatokban versenyezhettek, labdaérzékelést fejlesztő játékokat is kipróbálva. A program során 4 hétvégi rendezvény lesz ebben a fél évben, valamennyi Hódmezővásárhelyen. Az idei évtől már nem tornaként, hanem fesztiválként lebonyolítva, azzal a szándékkal, hogy valamennyi kisgyermek pályára léphessen, hogy a szülők, testvérek és rokonok is gyönyörködhessenek a kis focisták ügyességében. A híradó végére értünk, kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Az éjszaka folyamán kissé felhős lesz az ég, de csapadékra sehol sem számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül valószínű. Szerdán is borongós időben lesz részünk, több-kevesebb napsütéssel. Viszonylag hűvös idő várható. A legmelegebb órákban is csak 18 fokot mérhetünk majd.